Sziasztok fiúk, sziasztok lányok, itt a Boulevard Gaming, és szeretném nektek bemutatni Mollit, ő a mi kis kutyusunk, kicsi kis olyan ő a mi kis kincsünk, és azért készült ez a videó, hogy akinek hasonló gondba, gond, gond, van a kutyájával, annak tudjunk segíteni, és az a helyzet, kacok, hogy a Mollival már hónapok óta küzdünk, és vannak rajta mólikánk itt van, ugye, itt lehet látni kicsi kutyánkat, és itt láthatjátok, itt mellettem, mólikának ilyen csúnya sebek vannak a, a, a kis pocakján, és ugye, hát nem tudtuk ez mi, ez hol elment, hol visszajött, és elvittük, több orvosnál is volt, volt egy orvosnál, aki nagyon-nagyon jó orvosnak tartják, nagyon-nagyon jó orvosnak mondja ő magát, és ő azt mondta, hogy ez egyértelműen gomba, a gombának a fajtaját is mondta, kapott a Molly egy nagyon-nagyon sok gyógyszert kapott, sampont kapott, mit tudom én, nagyon-nagyon sok pénzbe került, a lényeg ez, hogy jól lehúzzák az embert pénzzel, bőven, úgyhogy erre nagyon figyeljetek oda, hogy csak jó orvoshoz vigyétek. Hát persze most mi a jó orvos, ugye ezt egy nagyon-nagyon relatív dolog. Na az a helyzet, hogy az van, hogy sokáig arra gyanakodtunk, ugye is, hogy, bugó, hogy kombász szegény mulli. És ugye hát úgy gyanítottuk, hogy szegény a, szegény a kutyakozmetikába kapta, ezt a bőrgombát. Hát aztán, mint később kiderült, amit ma most derült ki, mert hosszú-hosszú után eljutottunk odáig, és ezt mindenkinek ajánlom, hogy el lett küldve a kicsi kutya bőr és ételmalergia vizsgálatra. És ott ugye ott egyértelműen kiderült, hogy nincs neki bőrgombája. De viszont étel allergiája van neki. Úgyhogy ezt ajánlom nektek, hogy a bármi van ilyen, a kis kutyussal valami kiütések, vagy bármi jelenkezik rajta, szerintem ne sajnáljátok a pénzt, és vigyétek el Vaj, tehát egy ilyen ö, tesztre. Hát a bőrkaparékot kell venni a bőrgombához, akkor ilyen véresre kicsit bekaparják a bőrt neki, és hogy abból a bőr Hámból, abból tenyésztik ki a gombákat, hát, hogyha valójában vannak. Az ételallergiak hát az kevésbé fájdalmas, ott semmi más nem kell tenni, egy kis vért, és akkor a kis vérből megállapítják, hogy a kis kutyus, hát mire is allergiás. Na, szóval a kis molikánk az étel, a, a, a étel allergiás és nagyon-nagyon sok ételre, meglátjátok, el fogtok itt ájulni. Na mindjárt nézzük is akkor. Ó. Levesszük ezt is, és itt van. Itt volt alergia, ez most jött meg az eredmény, tehát mai napot írunk most itt, és nézzétek meg, hogy 44 ételt prób, tehát 44 ételes allergia teszt ez. van ennél több is 50 valányas, és, és ugye az természetesen drágább így volt azt hiszem 40 ezer forint környékén, szóval azért nem egy olcsó dolog egy ilyen teszt, hogy azért a laborba is mm, lehetne olcsóbb is de hát mai világban mi olcsó na és nézzétek meg, hogy szegény molikánk almára negatív, sütő élesztőre pozitív, egyes, az azt jelenti, hogy nem annyira brutális. Banára nem allergiás, árpára nagyon-nagyon, négy, négy csillag jött neki ki. Szójára nem allergiás, marra húsra, pozitív, egy csillag jött neki ki. Sörélesztőre negatív, sárgarépára negatív, csirkehús pozitív, alergiás rá szegényem, kettő csillaggal, kagylók keverék pozitív, négy csillaggal. Kókuszdió negatív, kukorica egy csillaggal, sajnos pozitív. Tehéntej, uborka, negatív, kacsahús, pozitív. Tojásfehérje, tojás, negatív, kecsketej, hering negatív, szóval ehet kecsketejet és heringet is. Lóhús, bárányhús, pozitív, és ráadásul a lóhúsra négy csillag van ott. Lembagot, ehet, kölest, ehet, zabot, nem ehet, négy csillag a zab, zöld borsó, mogyorón, negatív, sertés, húsz, kimondó, hát nem annyira, háromcsillagos, krumpli, egy csillagos, nyúlhús, cékla, negatív, rizs, háromszoros, mert Hát, az lehet, hogy mi nekünk is észre kellett volna venni, vagy... Hát, na szóval mi, mi is gyanakodtuk rá, hogy vagy étel, allerg allergia, vagy ezt a gombát így belénk ültették, mert egyszer szegény Mólinak volt valami fertőző, valami betegséget kapott egy másik kutyának a pisiétől, ugye itt a mi sétáltatás közben felnyalta, és attól ilyen bőgyulladást kapott szegényem, annyit pisilt, meg ilyen véreset is pisilt, képzeljétek el hogy akkor ilyen ö, -diétára volt fogva, és ugye akkor kapott rist, és akkor megerősödött. Tehát, tehát, hát, tehát, akkor megerősödött, hát megerősödtek ezek a, ezek a foltok rajta. Na, rossz, negatív, lazac 2, pozitív, tenger, gyümölcsei, tönkő és cukorgép, cukorrépa, napraforgó, ezek mind negatívok paradicsom, tonhal, tonhal pulykahús, őszhús, buza, vaddisznóhús pozitív. Úgyhogy a kicsi mollikánk húsból egyedül a, egyedül a nyúlhús tudja megenni. De ugye hát ezekről a kutyákról tudni kell, hogy ők nagyon szeretik a gyümölcsöket. Tehát a móli nagyon szereti a sárkarépát, kelbimbót, banánt, még mit szokott tenni? Zellert itt szokott a enni, almát szokott tenni, tehát ők nagyon-nagyon szeretik ezt, vagy legalábbis a Mollikánk ezt nagyon-nagyon szereti. Úgyhogy, hát ez van, srácok. Úgyhogy, akinek hasonló problémája van, ne sajnálja a pénzt, vigyék el a kis, vagy vigyétek el a kis kedvencet, mert ez a kis kedvenc megérdemel minden pénzt, most tehát a mi kis Mollikánk már tíz éves. 10 éves, és reméljük nagyon-nagyon sokáig velünk lesz, és képzétek el, ott, ahol én lakom, laktam, tehát az én szülővárosomban, édesanyámmal lakik egy tacskó, úgy hívják, hogy Morzsi, és most már a Morzsi tegnap volt 15 és fél éves. És még, a, és még most is úgy elég egészséges a morsik. A futkos is, udvarolni szokott még, Úgyhogy nagyon remélem, hogy hosszú életű lesz a Morzi kutya is. Na, skacok, akkor legyetek jók és szépek, vigyázzatok magatokra, és hogyha valami hasonló baj van a kutyátokkal, akkor, akkor ilyen hasonló. Hát, amit láthattatok, mindjárt meg is mutatom nektek a... Meg is mutatom nektek a képet, hogyha valami hasonlóval találkoztok, mint ami itt van, akkor feltétlenül vigyétek el ételallergia tesztvizsgálatra, mert hogy a MOLI-nak most ilyen, az te, Na hát, hát, hogyha most a Molly ezekre allergiás, addig, hogy kutyátok nem biztos, hogy erre, lehet, hogy számtalan, tehát lehet, hogy másra allergiás. Tehát a lényeg az, hogy mindenképpen vigyétek el, és, és, akkor a laborba meg kell nézhetni, hogy a kis kutyus mire is allergiás. Na jó, vaskacok, legyetek jók és szépek, vigyázzatok magatokra is. A kis kutyus legyen az első. Hello, hello, szevasztok!